Van egy falu Esztergom mellett, ahol ugyancsak 300-an laknak, de szinte mindenki jól ismeri már. Nyomon követhetőek a mozgalmas mindennapok. Itt minden következmény nélkül ki lehet röhögni a körzeti megbízottat és a kocsmáros kisasszonyra várakozók türelmetlenségét. Na, nyitva vagy! Pajkaszeg. Így nevezték el a filmsorozat készítője a mi kis falunkat, egyébként egy létező Pilis-Szentlélek nevű települést átnevezve. És íme a mi kis falunk új köztéri szobra, a kakaós briós. Az Európai Unió regionális specifikumok alapból származó támogatás eredményét. Ander Balázs jobbikos képviselő is szó szerint ezt írt a törvénymódosító javaslatába. Az Unió egyébként nem létező regionális specifikumok alapjából megépült pajkaszegi emlékművének felújítására kért pénzt. 30 millió forintot. Javaslata szerint a költségvetésből ennyit kellene elkülöníteni, hogy az időjárás által megrongálódott kakaós briós szobor újra régi fényében tündökölhessen. Nézd ki, mint egy darab szar. Na, hát szerintem pontosan tükrözi, hogy mi folyik itt. Ez egy fricska a kormánypárti arroganciának, ugyanis attól, mert kétharmaduk van, még az egyeztetéseket és a tárgyalásokat nem kellene megspórolniuk. Az ellenzéket sok esetben egyfajta biodíszletnek használva csupán. Szerinte teljesen mindegy, hogy milyen javaslatot tesz egy ellenzéki képviselő, a javaslataikat csomagban egyetlen nemmel utasítják el a parlamenti bizottságok, el sem olvasva azokat. Kialakították ezt a felháborító és nagyon gyalázatos módszert. Csomagban hajítják bele a kukába a módosító indítványokat. A nem létező pajkaszeg támogatását célzó javaslatát pont azért adta be, hogy igazolja, hogy még egy ilyen nyilvánvalóan kamu indítvány sem szúr ki senki, sem a pénzügyminisztérium törvényelőkészítő stábjában, sem az illetékes bizottságban. Állítása szerint a pajkaszegi javaslatát 317 egyéb jobbikos indítvánnyal együtt, mindenféle megjegyzés nélkül egy csomagban szavazta le a Költségvetési Bizottság fideszes többsége. A Fidesz nem reagált, a pénzügyminisztérium sajtóosztályáról viszont azt írták, hogy a tárca minden javaslatot egytől egyig áttekint, de szerintük az említett jobbikos indítvány teljesen nevetségesnek minősült.